Jó estét kívánok! Kiengedték a kórházból Hoffmann Nórát New Yorkban. A magyar jégtáncos a múlt héten edzés közben szenvedett sérülést az amerikai városban. Továbbra is kétséges indulása párjával Maxim Zavozinnal a március 23-án kezdődő Los Angeles-i világbajnokságon. Nem emlékszem az esésre, mert kimaradt a memóriám, de sajnos egy egyszerű hátrakoszorúba csak kicsúszott a korcsolyám, és nagyon nagy lendülettel túl közel voltam a palánkhoz, és a palánk ajtaja nyitva volt, és a bal fülem mögött a fejemmel nekiütköztem az élének a palánknak. 6 napot kórházban voltam, utána másfél napot intenzív osztályom. Koponyarepedésem van ott azon a részen sajnos. Hétfőn megyek még egy CT-re, hogy mennyire húzottak vissza a vérömlények a fejembe, és akkor utána, hogyha minden jól alakul, akkor utána megpróbálok korcsolyázni. A Hoffmann-Zavozin páros indulására tehát még van némi remény. A jégtáncosoknál címvédő Dölöbel Schönfelder duó viszont előbbi vállsérülése miatt biztosan nem lép jégre Los Angelesben.